Az Aradon kivégzett 13 honvéd tábornokra emlékezett a város közössége október 6-án a 13 vértanú utcai emlékműnél. 1849-ben ezen a napon végezték ki a szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. A megemlékezésen Fórizs László alpolgármester mondott emlékbeszédet. A szónok a következő gondolatokkal kezdte beszédét. 1890. október 6-án a vígadó közönsége Edison fonográf hengeréről hallgatta az akkor 88 esztendős Kossuth Lajos Turinban rögzített emlékező szavait. Ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engebbe október 6-a térdeimre borulva fog hontalanságom remetelakában látni, amint engem a kitagadott hazafelé nyújtott akkarjaimat, a hála bővérzelmével áldom a vértanúk szent emlékét. Megrázó lehetett a nyílt beszéd, a hangos emlékezés, mert az azt megelőző hosszú évek alatt a vértanúit csak titokban gyászolhatta a magyarság. Kossuth fenti szavaival egy időben, 1890. október 6-án Aradon a 13 aradi vértanú nyugvóhelyét jelölő 13 ágú kiszáradt teperfa helyén végre felavatták a szoborcsoportot, mely a hősök véráldozatát szimbolizálta. Az új technika által hazavarázsolt kossuthi szavak az impozáns aradi emlékmű egyaránt egy új, szebb jövő ígéretét csillantották fel. Senki sem sejthette, hogy az évtizedes hallgatást a 20. században újabbak követik. Az aradi szobor hányatott sorsát ismerjük, ledöntésével, elrejtésével, évtizedes záralattartásával az volt a cél, hogy elfelejtsük hőseinket, akiknek oly sokkal tartozunk. Nem sikerült. Tisztelt emlékezők, a Magyar Országgyűlés 2001-ben gyásznapán nyilvánította minden év október 6-át az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábornokainak, valamint gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök kivégzésének napját, hogy tisztelekhessünk és emlékezhessünk a forradalom mártírjaira. Hajdúböszörményváros képviselőtestülete 2005. szeptember 9-i ülésén emlékhely kialakításáról döntött az aradi vértanúink emlékére, ahol most méltó módon emlékezhetünk meg a haza hőseiről. Azokról a bátor férfiakról, akik harcoltak és meghaltak a magyar szabadságért, a hazáért, nemzetünk függetlenségéért. Az alpolgármester az 1849. október 6-ai és az ahhoz vezető fontosabb történelmi eseményeket is felidézte. Mint fogalmazott, Aradon fél hatkor először a golyó általi halálra ítélteket, Svejdel Józsefet, Kisernőt, Dezsőfi Arisztidet és Lázár Vilmost vezették a kirendelt katonaság elé. 12 katona állt velük szemben töltött fegyverrel, majd midőn a parancsnokuk kardjával intett, a lövések eldördültek. Kisernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kisernőt a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül eliállt és végrehajtotta az ítéletet. Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben: Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Lakner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen, Westenburg Károly, Ulich Lajos, Damjanics János, Vécsei Károly, akinek büntetését súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utoljára, vagyis végig kellett néznie társai kivégzését. A kivégzés követően az elítélteket elrettentésről közszemlére tették, majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el. A szemtanúk elbeszélése alapján tette hozzá az alpolgármester, már 1-2 órával a kivégzéseket követően a nép nagy tömegben zarándokolt a kivégzések helyszínére. Mindenki sírt, imádkozott. Bezártak minden boltot és nyilvános helyiséget. Tudták,
hogy életükben és halálukban is nagyszerű embereket veszített el a nemzet. A szónok emlékbeszéde végén kiemelte, minden év október 6-án emlékezzünk a vértanúinkra, ahogy az Petőfi Sándor Máté költőnk a Nemzeti Dalban megjövendölte. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Az ünnepi alkalmon az aradi hősök emléke előtt a középkelti iskola tanulói lehajtom fejemet a hősök emlékére címmel zenés irodalmi műsorral tisztelektek. Hazának rendületlenül légy híve világosi fegyverletétel után az osztrák minisztertanács döntött. A szabadságharc valamennyi politikai és katonai vezetőjét el kell fogni, ellenük eljárást kell indítani. Úgy ítélték meg, hogy kemény kézre van szükség a lázadó magyarokkal szemben. Az emlékműsort követően az önkormányzat és a város lakói nevében Fóris László és Sőrés István alpolgármesterek helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékmű talapzatán. A középkelti iskola nevében koszorút helyezett el Bonnár Margit igazgató, Csarnai Gabriella és Vargáné Kati Mária igazgató helyettesek, valamint Molnár Bianka és Rácz Roland.